világhíradó válogatás, amiről a héten lemaradt. $50,000 dokumentum és még 50,000 fájl. Benjamin Netanyahu élőadásban mutatta be az izraeli hírszerzés által megszerzett iráni anyagokat, amelyekből kiderül, Teherán hazudott nukleáris programjáról. Először is Irán hazudott arról, hogy soha nem volt nukleáris fegyverprogramja, 100,000 dokumentum bizonyítja az ellenkezőjét, másodszorban még a megállapodás után is megőrizte és fejlesztette a tudását a fegyverekről jövőbeni használatra. Miért lenne oka egy terrorista rezsimnek, hogy elrejtse és alaposan katalogizálja a titkos nukleáris kutatásait, ha nem azért, hogy később felhasználja. Harmadszorra pedig Irán hazudott 2015-ben az atomenergia ügynökségnek, mert nem volt őszinte a programjával kapcsolatban. Az atomalkú tehát Irán hazugságán és megtévesztésén alapul, mondta az izraeli miniszterelnök. A Mossad szerint az iráni vezetés a fővárostól délre egy titkos, kívülről lerobbant raktárépületben tárolta az archívumot, amelyben gondosan raktározták az atomfegyverekről szóló kutatásaikat. Az izraeli vezetés szerint azért, hogy bármikor újraindíthassák nukleáris programjukat. Ez pedig ellenkezik a 2015-ös atomsorompó kikötéseivel, amely lejárati idő nélkül tiltja a nukleáris robbanóeszközök előállítását. Izrael szerint, ha Irán célja valóban az együttműködés lenne, régen megsemmisítették, de legalább jelentették volna az archívumot, amelyre egyébként az alkú szintén kötelezi Iránt. A dokumentumokból azonban ennél sokkal több is kiderül, Ádám Ráhel szerint. Az izraeli Magyar Rádió korábbi vezetője szerint Irán komoly szintre fejlesztette nukleáris programját. Olyan rakétákat gyárt, amelyek hosszú hatósugarúak és amelyekre felszerelhetők. Például a nukleáris töltetű robbanófejek. 5 állítólagos olyan robbanófejet fejlesztett ki Irán, ami Hiroshimához képest 5-szörös olyan erővel bír. Tehát itt egy konkrét készülődésről van szó, és nem múltbéli eseményekről. Ezt fogják megvizsgálni az európai, az orosz és a világ titkosszolgálati biztonságpolitikai szakértői. A nukleáris program sokkal előre haladottabb állapotban volt 2015-ben, mint ahogy azt Irán kommunikált a Washington szerint is. Irán nukleáris kapacitása sokkal fejlettebb, mint ahogyan azt ők jelezték, amelyet, ha a jelenlegi megállapodás 7 év múlva lejár, folytathatnak és sokkal előrébb lesznek majd, sokkal gyorsabban tudnak nukleáris fegyvert előállítani, mint ahogyan arra számítottunk volna, mondta a Fehérház szóvivője. A dokumentumok feldolgozása folyamatosan történik, így újabb információk is kiderülhetnek. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egyelőre nem kommentálta az izraeli értesüléseket, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint azonban nincs benne semmi új, Irán is éppen ezzel érvel. Több nyugati ország szerint pedig éppen a dokumentumokból kiszivárgott információk miatt fontos az atommegállapodás. Véres merénylet Madrid belvárosában 1995-ben. A Baszk Haza és Szabadság nevű terrorszervezet merényleteivel évekig volt tele a világ sajtó. Az ETA április 16-án levélben jelentette be, hogy véglegesen feloszlatja magát. A levelet most egy spanyol hírportál hozta nyilvánosságra. Ez a döntés egy 60 éves történelmi kört zár le, mégsem oldja meg Baszkföld konfliktusát Franciaországgal és Spanyolországgal. A konfliktus nem az ETA-val kezdődött, ezért nem is zárul le az ETA útjának végével, szól a baszk nyelven íródott levél. A szervezet feloszlásával valóban egy történelmi korszak ér véget. Az ETA évtizedeken át harcolt véres eszközökkel egy független, szocialista baszk állam megteremtéséért. Rengeteg támadást hajtottak végre gyilkosságokkal, bombamerényletekkel és emberrablásokkal. A szeparatista mozgalom 1968 óta 829 gyilkosságért és több ezer sérülésért vonható felelősségre. A sorozatosan megszegett fegyverszünetek után végül 2010-ben végleg felhagytak a támadásokkal, 2017-ben pedig maradék fegyvereiket is átadták a francia hatóságoknak. Autóba rejtett pokolgép robbant nem sokkal a felvételek készítése előtt a 80-as években. A támadásban egy rendőrfőnök halt meg. Az ETA legtöbb áldozata a hatóság emberei között volt. A spanyol Guardia Civil tagjai közül több mint 200-an vesztették életüket a szervezett terror támadásaiban. A meggyilkolt rendőr lánya 33 éve apja halála után arról beszélt, nem fél, de szomorú. Szomorú vagyok, mert ez a sok év terrorizmus nem vezetett sehova, de nagyon fájdalmasá tette az életet Baszkföldön. Ha elfogadták volna a demokráciát 50 éve, ott lehetnénk, ahol Spanyolország többi része. Minden, amit csináltak, értelmetlen volt, mondja a nő. Sokan azonban megkönnyebbülve fogadták a feloszlási írét.
Szerintem elképesztő, hogy végre találtunk megoldást és tovább léphetünk, hogy az életünket harmóniában, békében és pluralizmusban éljük tovább, ahol békében élhet együtt mindenki. Szerintem ez egy nagyszerű hír, és remélem, hogy ez az első lépés lesz a folyamatos fejlődéshez, mondja ez az egyetemi tanár. Az ETA a múlt héten közleményében elismerte felelősségét és bocsánatot kért a károkért. Azt írták, hibáztak, amikor olyanoknak is ártottak, akiknek nem volt szerepe a konfliktusban. Egyszerűen nem ismerik fel azt a sok fájdalmat, amit okoztak. Több mint 300 gyilkosság ügyében a mai napig nem lehet tudni, hogy ki a bűnös. Az a rengeteg fájdalom, amit az áldozatok családjainak okoztak, a gazdasági károkról nem is beszélve, hiszen óriási károkat okoztak, mondja ez a 90 éves férfi. Az ETA hivatalosan május 5-én jelenti be feloszlását nemzetközi közvetítők segítségével a franciaországi Bayonne városában. A csoport, amely a feloszlást igazgatja, május 4-én egy nemzetközi konferenciát szervez majd az igazságos és tartós béke érdekében. A választások éjszakáján immár megválasztott elnökként érkezik a színpadra Emmanuel Macron. A Napóleon óta legfiatalabb francia vezető, a Mars nevű mozgalma könnyedén lenyomta a két nagypártot. Történelmi győzelmet aratva nem csak elnököt, de elsőprő parlamenti többséget is hozott. Hölgyeim és uraim, az első üzenetem, Franciaország visszatért Európa központjába, jelentette be az újdonsült államfő. Macron 2017. május 14-én vette át a köztársasági elnöki hivatalt elődjétől, François Hollande-tól. Beszédében azt ígérte, visszaszerzi az ország önbecsülését, gazdasági élénkítésekkel, a munkanélküliség visszaszorításával, a bevándorlás és a biztonság kérdésének rendezésével és az európai vezető szerep helyreállításával. Az elmúlt egy év is erről szólt, mind belpolitikai, mind pedig külpolitikai viszonylatban. Tüntetés Párizsban. A vasutasok immár egy hónapja sztrájkolnak, miután Macron eleget téve egyik kampányígéretének bejelentette, megreformálja az állami vasúttársaságot. A brutális hitelektől terhelt, elavult állami cég átszervezésének egyik eleme a dolgozók jogainak megnyírbálása. A vasutasok ráadásul attól félnek, ha a kormány piaci versenyt alakít ki a vasúti hálózaton, az állami cég is privatizálódhat. Macron munkaerőpiaci reformjait, a szociális jogok megnyírbálását és a felsőoktatás átszervezését nehezen viselik a franciák. Ez azonban nem szokatlan Franciaországban, Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem adjunktusa szerint. Az elmúlt 20 évnek tulajdonképpen a belpolitikai történése, hogy hozzányúlunk egy kicsit, majd visszakozunk. Macronnál jóval határozottabb lépések történtek, mint az elődeinél. Egy nagyívű programnak az első lépéseit teszi meg, tehát önmagában ezek nem biztos, hogy még értékelhetők, hanem inkább majd a teljes egészében. Macron gazdasági élénkítő programjának azonban már látszik némi haszna. Az elmúlt egy év során javult a befektetői kedv, egyre több az új vállalkozás és nőtt a lakossági fogyasztás is. Elemzők szerint ez azonban nem feltétlenül csak Macronnak köszönhető. Az elmúlt években nőttek az eurózóna, például Németország gazdaságai, de Holland vállalkozás barát intézkedései is most érnek be. Egyelőre a reformjainak nincs meg az a hatása, amit reméltünk, de a Franciaországról alkotott globális kép nagyon megváltozott. Külföldön mindenki Macronról beszél, Németországtól az Egyesült Államokig, ez pedig óriási előrelépés, mondja ez a gazdasági szakember. A francia elnök nemzetközi szerepvállalása valóban kiemelkedő. Jó viszonyt ápol Donald Trump-al, akit nem fél kritizálni, és Angela Merkel oldalán reformálna meg az Európai Uniót. Franciaországot nem csak európai, de a világpolitikai keretben is újraértelmezi. Visszatér az eredeti a francia államnak az abszolutista állam alatt kialakult a politikai alapelveihez, és megszűnt ez a bénultság és inaktivitás, ami egyes korszakokban jelzi Franciaországot. Szűcs Anita szerint Macron Európában határozott vezetőként tűnik fel, Ázsiában konfliktus megoldó szerepet vállal, és még a volt gyarmatok fele is kezdeményező politikát folytat. Humorosra próbálta venni a figurát Mahmoud Abbas, amikor a PFS végrehajtó bizottsága arról döntött, újra választja őt a testület élére. Egyedüli jelöltként magára mutatott, majd azt mondta, nem zavarja, ha nem hagyják jóvá. Újra választását egy hűszövetségese jelentette be. Most tájékoztattak a palesztin felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának tagjai, hogy megtárgyalták egymás között, és úgy döntöttek, Abu Mazen testvérünket választják a testület élére, mondta a Fatah egyik vezetője. A találkozóval Abbasnak sikerült eltávolítani a néhány riválisát a végrehajtó bizottságból. A gyűlés másik célja az volt, hogy stratégiát dolgozzanak ki az ellen, hogy Trump Izrael fővárosaként ismerte el Jeruzsálemet, és oda költözteti az amerikai nagykövetséget.
A frakció konszenzusa hatékony politikai erőt eredményez, de a választást nem lehet eltörölni. Addig harcolok, amíg nem látok szavazó urnákat, amíg az elnök nem erősíti meg, hogy a PFS döntött a választásokról, mondta a Nemzeti Tanács egyik tagja. Az ülést bojkottálta a gázai övezetet irányító Hamász, valamint az iszlám dzsihád radikális szervezetek. A találkozó nyitónapján Abbász egyébként azt mondta, a nácik nem a vallásuk, hanem a bankvilágban betöltött szerepük miatt mészárolták le a zsidókat. Nyilatkozatban jelentette be bezárását a Cambridge Analytica és a cég brit anyavállalata. A döntést azzal indokolták, hogy az ellenük indított sajtóhadjárat elijesztette az ügyfeleiket, így fizetésképtelenné váltak. A brit képviselőház digitális, kulturális, média és sportügyekért felelős bizottságának elnöke szerint csak el akarják kerülni a felelősségre vonást. Garantálnunk kell, hogy az ilyen cégek ne kerüljék el a szigorú vizsgálatot, ha megkérdőjeleződik adatkezelésük etikussága és törvényessége. A vizsgálatoknak folytatódniuk kell, tudnunk kell, mi történt. A cégeket könnyű bezárni, a mögöttük álló emberek pedig könnyen megjelenhetnek máshol, miközben adataik és kapcsolataik sértetlenek, mondta a bizottság elnöke. A Cambridge Analytica-t 2013-ban alapította Robert Mercer, a republikánusok egyik főanyagi támogatója. Sajtóértesülések szerint a milliárdos adatelemzési szolgáltatásokat biztosított a britek uniós kilépését támogató Nigel Farage-nak. A cég alapítói közt volt Steve Bannon, Donald Trump későbbi tanácsadója is. A felelősségre vonás folyamatban van. Azt akartuk, hogy a cég vezérigazgatója bizonyítékot mutasson be a bizottság előtt. Az információs kormánybiztos várta a visszajelzését, hogy megteszi ezt. Annak tudatában, hogy szerdán járt le a határidő. Erre bezárták a céget, miközben a vizsgálatokat még nem zártuk le. Sokan aggódni fognak, hogyha törvényszegés történt, akkor nem lehet majd felelősségre vonni a bűnösöket. Az adathalászat veszélyeiről egy osztrák aktivista már 7 éve is tárgyalt a Facebook képviselőivel. Azt mondták neki, hogy aki használja az oldalt, elfogadja, hogy egyes alkalmazások lelophatják az adatait. A botrány miatt megzuhantak a Facebook részvényei, a cég vezetője beismerte, hogy hibáztak. Azt ígérte, jobban ellenőrzik majd az alkalmazásaikat és azok fejlesztőit. 1949 óta először nem veheti át senki az irodalmi Nobelt, akkor a Svéd Akadémia nem tartott senkit méltónak a díjra. Idén azonban a mindig titkolózó bizottság családi botrányai miatt marad el az ünnepség. Úgy döntöttünk, idén nem adjuk át senkinek a díjat, és ezt a döntést hosszú és intenzív megbeszélések előzték meg. Azért döntöttünk így, mert azt látjuk, hogy nagyon megrendült a bizalom az akadémiában, jelentette ki ez az akadémiai tag. A zaklatási botrány még tavaly novemberben tört ki. Katarina Frostenson költőnő férjét több nő zaklatással vádolta, valamint felmerült a gyanú, hogy a férfi korábban 7 Nobel-győztes nevét is kiszivárogtatta. A botrány utáni hónapokban többen távoztak, köztük az állandó titkár is, így már a 18 tagból mindössze 10 maradtak. Az állandó titkár távozása is újabb botrányt okozott, mert ő volt a Nobel első női vezetője, és lemondását sokan indokolatlannak ítélték. Úgy gondolom, a Svéd Akadémia értékesebb annál, mint hogy egy ilyen botrány miatt eltűnjön. Egy akadémiai tag sem követette semmit tudtommal, én minden esetre senkit nem zaklattam, mondta az akadémiai tag. Az Irodalmi Nobel-díj bizottság utoljára 2016-ban okozott botrányt, amikor az irodalmi világ egy részét felháborították azzal, hogy Bob Dylannek átadták a díjat. A bizottság a következő évet új tagok keresésével fogja tölteni, és azzal, hogy helyreállítsa a díj hírnevét. Az ígéretek szerint jövőre 2 személynek fogják odaítélni az irodalmi Nobelt.